Jó reggelt kívánunk, tehát Gomját Imrének és Kanász Nagy Máténak. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk. No hát, mit szólnak, beszéljünk akkor először erről a bizonyos munkaidőkeret le nem dolgozása miatt visszaigénylendő összegről, amit a nagyvállalatok terveznek? Mit gondolnak erről? Hogyne. Ugye első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy ez a rabszolgatörvény, ez nonsens. Tehát nem véletlenül voltak hatalmas tiltakozások, tüntetések, mindenféle hatalmas felzúdulások. Azt mondtuk, hogy a színpadon megjelenik egy pisztoly, az előbb-utóbb el is fog sülni. Ugye ez három éve jelent meg a törvény, igen. Most kezd lejárni az első három éves időszak. Illetve a pandémia alatt hoztak még egy törvényt, ami egy két éves munkaidőkeretről szól, ami még inkább felpuhította azt a részét, hogy akár először az volt a terv, hogy meg lehet egyezni csak a munkavállalóval, aztán utána a kollektív szerződéshez kötötték, össze-vissza intézkedtek, ahogy szoktak, de egy a lényeg. A dolgozó nem érheti kár azért, mert mondjuk egy cégnek nem jó a munkaszervezése. Én értem, hogy a pandémia alatt nem tudták dolgoztatni sok esetben az embereket. De az, hogy most letelik majd a két év, és akkor valaki azért nem tud például elmenni egy másik munkahelyre, és egy konkrét példa, hogy azt mondja egy dolgozó, hogy ő szeretne elmenni máshová dolgozni, és azt mondja neki a cégvezetés, fáradjon a pénztárhoz, fizessen be 160 ezer forintot a bent ragadt munkaidő miatt, és akkor mehet, Isten hírével. Amúgy meg nem, hát ilyen nincs. Egy valami legyen tiszta mindenki számára. A dolgozó azt csinálja, amit a munkáltató mond. Ha azt mondja, hogy dolgozzon, akkor dolgozik. Ha azt mondja, hogy most éppen ne dolgozzon, mert nem tudok munkát adni, akkor nem dolgozik. De olyan nincsen, hogy most azért, mert a cég nem tudta egy időszakban dolgoztatni, akkor most neki vissza kell fizetni valamit. A kapitalizmus, amiről ugye sokan tudják, hogy nekem az a véleményem, hogy nincs ember arcú kapitalizmus, most mutatja meg ilyenkor az igazi arcát, hogy mennyire kiszolgáltatott a dolgozó, és ehhez meg a kormány még asszisztál is. A cégek mekkora hányada akarja ezt a dolgozókkal kifizettetni? A cégeknek pontosan az a része akarja kifizetni, akit a pandémia alatt legjobban sújtott ez a helyzet, illetve az alkatrészhiány, a chiphiány. Tehát ahol leállás volt. Igen, nagy részt ez nagy multinacionális és autóipari cégek elsősorban. És átlagosan milyen összegről beszélünk? Van, ahol csak 16 óra maradt bent egy dolgozónál, van, ahol meg 360 óra. Az nagyon-nagyon nagy pénz, tehát ez több 100 000 forint fölötti összeg. Tudunk arról, hogy háttértárgyalások folynak a multi cégek és Szijjártó Péter között, hogy esetleg valami olyan megoldást kitalálni, hogy át lehessen tolni ezt a jövő évre, de hát ez megint toldozás-fordozás. Ez a rabszolgatörvény úgy rossz, ahogy van, ezt meg kell szüntetni. Nem is kérdés, gondolom, hogy kormányváltás után egyik fontos... Jó reggelt kívánok én is. Azzal nagyon nagy egyetértünk, hogy a kapitalizmusnak legalábbis ezt a formáját el kell utasítani. Ez egyszerre zsákmányolja ki a természetet, a környezetünket és az embereket. Pláne akkor, hogyha olyan kormányunk van, mint a Fidesz kormány, aki erre még rá is játszik, és direkt egy olyan gazdaságpolitikában hisz, ahol úgy próbálja versenyképesíteni Magyarországot, hogy leértékeli a magyar munkaerőt, és kiszolgáltatja főleg a külföldi nagyvállalkozásoknak, multinacionális vállalatoknak, alacsony bérek és rabszolgatörvény, ez a Fidesz gazdaságpolitikája. Ez rendkívül igazságtalan, természetesen meg kell változtatni. Én visszakerestem a híreket, pont májusban volt, amikor még egyébként ünnepelni tudtunk, akkor pont volt egy alkotmánybírósági döntés, hogy bizonyos részeit legalább kikukázták ennek a rabszolgatörvénynek, de hát ez mutatja meg, hogy ez mennyire pünkösdi királyság volt, és ez a rabszolgatörvény igenis működik, és igenis kizsákmányolja a munkavállalókat. Ezt jövőre szerintem az első intézkedéseink között meg fogjuk változtatni. Akkor beszéljünk erről, hogy mennyi a realitás ennek, ugye, hogy ez változás legyen. Tehát már sok egyre többen nyilatkoznak úgy, hogy hát gyakorlatilag már felosztják a minisztériumokat, a különböző szakterületeket, hogy itt kormányváltás lesz. Lesz önök szerint kormányváltás? A mostani számok ezt mutatják bizony. Véleményem szerint lesz kormányváltás, de ha már minisztérium, meg szakpolitikáról beszélünk, még egy mondatot az előzőhöz. Tegnap délután egyeztettem még Tóth Bertalannal, az MSZP frakció vezetőjével, hogy be fogunk nyújtani egy határozati javaslatot azzal kapcsolatban, hogy ezt a konkrét intézkedéseket ne lehessen megtenni, ne lehessen kifizetetni a dolgozóval, ne lehessen megakadályozni azt, hogy máshová milyen dolgozni, hogyha akar. Természetesen túl sok reményünk nincs abban, valószínűleg ezt is ugyanúgy lesöplik az asztalról, ahogy szokták.
De akkor visszatérve ide, szerintem lesz kormányváltás, meg fogja találni az ellenzék és az ellenzéki szavazók azt az embert, aki összetudja fogni az összellenzéki szavazókat, és azokat is, akik egyébként most még úgy gondolják, hogy lehet, hogy kormánypártiak, de már nagyon elegük van, vagy elegük lesz tavaszra abból, amit még most látni fognak. És én meg remélem, hogy az MSZP-nek azok a javaslatai, amik a munkavállalókat érintik, a munkavállalók helyzetét javítanak, azok be fognak épülni a kormányban. De ki lesz az az ember, ez a kérdés, mert nem feltétlenül lehetünk biztosak most már pártállásuktól független, vagy annak függvényében sem, hogy melyikük kire szavazna most, Márki-Zay Péter vagy Dobrev Klára. Már a előválasztás győztese ki lesz, és kit szeretnének Orbán Viktor kihívója. Ez jó, mert pont két olyan pártképviselőjétől kérdezzük, akik nem foglaltak nyilvános. Azért kérdezem, igen. Mi olyan szempontból állást foglaltunk, hogy a semlegességet hirdettük meg. Egyébként pont abból az okból kifolyólag, mert sajnos nincsen zöld jelölt a második fordulóban, és mi azt üzenjük a zöld szavazóknak, és innen is ezt szeretném üzenni, hogy viszont ne csüggedjenek, mert itt van az LMP az ellenzéki együttműködésben, aki a zöld ügyeket, például a zöld garancia programunkon keresztül nagyon is képviselni szeretné. És egyébként szerintem azért jó, hogy mondjuk egy hétig tart az előválasztás, mert folyamatosan jönnek a hírek, az információk, a jelöltek, ugye a most versenyben lévő két jelölt folyamatosan közzéteszi mondjuk a programját, elmondja, mit gondol a világról. Én ebből a szempontból nagyon-nagyon figyelni fogom a ma esti vitát, és holnap egyébként a Greenpeace szervez direkt zöld kérdésekről vitát. Én nagyon kíváncsi vagyok, a jelöltek mit gondolnak őszintén az atomenergiáról, elfogadhatónak tartják, vagy mint az LMP atomenergia mentessé tennék az országot, mert kimondják ők is, hogy az atomenergia nem megbízható, drága, és semennyire sem környezetbarát energiaforrás. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolnak mondjuk a közösségi közlekedésről, a közlekedésünk átalakításáról, autós közlekedésről, mondjuk a belső égésű motorokat, ilyen autókat kitiltanák-e Magyarországról 2030-tól felmenő rendszerben, vagy például mit gondolnak a zöld felületeink megvédéséről, beépítési stoppot hirdetnének-e, ahogy a zöld garancia programunk beszél erről, és egyáltalán a legsúlyosabb kérdés Magyarországon a klímaváltozásnak a kérdése, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, ezt hogyan, milyen lépésekkel állítanák meg. Jó, tehát ön ezt fogja majd figyelni a mai vitában. Hát én még mi más figyelnék a munkavállalók helyzetét, illetve azoknak az embereknek, például a közmunkásoknak a témája. Nem nagyon láttam feljönni eddig a vitákban ezt a témát, például, hogy a közmunkásokkal mit is kezdenénk, vagy a miniszterelnök jelöltek mit kezdenének, de ugyanúgy kíváncsi vagyok, hogy a szakszervezetekkel milyen viszonyt ápolnának. Kemény vitákra számítok. Hát azért ugye Dobrev Klára hangsúlyozottabban baloldali politikus, ilyen szempontból azért inkább ott lehet megtalálni ezen rétegek képviseletét, nem? Igen, ebben maximálisan igaza van. Én például Márki-Zay Pétertől nagyon várnám azt, hogy mondjuk a programjában azt kifejteni, hogy az elszámoltatáson kívül és a demokratikus fékek és ellensúlyokon kívül mondjuk a munkavilágában is akar-e fékeket és ellensúlyokat. Ilyen fék és ellensúly lehet például egy ilyen szociáldemokrata párt, mint az MSZP, azokkal a javaslataikkal, a programjával, a korszakváltás, kormányváltás programmal, illetve a szakszervezetek, még egyszer hangsúlyoznám. Jó, akkor azt most már tudjuk, hogy ki mit figyel, hogyha a stílusról beszélünk, akkor önöknek belefér az a stílus, amit Márki-Zay Péter most behozott, és direkt most jelzőket nem mondok, mert mindenki vérmérséklettől függően jelzőzi ezt a stílus, de azért érzékeljük, hogy ez egy más típusú előválasztás, mint az első kör volt. Szerintem az, hogyha van egy verseny, és vannak erős kijelentések, azok bizonyos határig szerintem beleférnek. De ahogy én figyeltem ezeket a kijelentéseket, azért volt néhány olyan kijelentés, ami valóban túlment ezen a határon, de hogyha jól emlékszem, például Márki-Zay Péter elnézést is kért bizonyos kijelentésekért, de valóban, hogy mondjam, erősödik a verseny, a kijelentések is erősödnek, de azért jó lenne bizonyos kereteket, bizonyos határokat tartani stílusban, véleményformálásban. Én azt gondolom, arra nagyon kell figyelni, hogy mégiscsak közösen fogjuk vinni az ellenzéki együttműködést a választásokig, azt meg fogjuk nyerni, és közösen alakítunk kormányt. Tehát nem szabad olyan kijelentéseket tenni, ami mondjuk aláásná a későbbi együttműködésben a bizalmat, a jó viszonyokat. Tehát a kérdés, hogy mennyire tényeken alapulnak az erős kijelentések, mert most éppen a híradóban mondtam, hogy a tegnap estében is volt már, ugye, hogy Márki-Zay Péter most már nem kettő, hanem négy ellenzéki politikusról tud, akit
az ő szavai szerint megzsaroltak, kényszerítettek arra, hogy Dobrev Klárára szavazzon. Kérdés, hogy mennyire tudja majd ezt ő bizonyítani. Hogyha ez igaz, akkor meg viszont neki kötelessége talán ezt nyilvánossá hozni, nem? Tehát ilyen szempontból érthető, erősnek tűnő kijelentés, de ha bizonyítható, akkor nyilván fontos, hogy ezt elítékre kerüljön. Én mindenképpen óvatosságra inteném a feleket. Én tudom, hogy már nem sok idő van hátra, de ezt a nem sok időt is használják ki arra, hogy az aktivistáik, a szurkoló táboruk, a szavazóik felé is nyilvánítsák azt ki, hogy nem élet-halál harcról van szó, és mutassanak példát. Nem szeretnénk, hogyha csöbörből vödörbe esnénk, és ez a fajta retorika, ez olyan szinten elharapózna, hogy esetleg ez hatással lenne a kormányváltás esélyeire is. Tehát én óvatosságra inteném, én is szoktam kemény szavakat használni, én is szoktam keményen fogalmazni, de van egy határ, és még egyszer hangsúlyoznám, példát kell mutatniuk. Sajnos lecsapódik, és én látom a saját Facebook buborékomban, hogy milyen adok-kapok megy. Nálam ez már túlment a határon. Van még egy témánk, és most ha most belekezdünk, akkor még tudunk róla beszélni, mert hogy tovább romlott a nyugdíjasok helyzete a koronavírus járvány idején. Ez egy francia bank legfrissebb tanulmányából derül ki. A legfrissebb információkat, legfontosabb számokat összefoglaltuk egy bejátszásban, és aztán innen folytatjuk. Tud félretenni a nyugdíjából? Nem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján jelenleg 2,5 millió nyugdíjas él Magyarországon. Az átlag nyugdíj 150 000 forint, a valóság azonban ennél is rosszabb. Jócskán az átlag nyugdíj alatt kapnak azok, akik megváltozott munkaképességűeknek számítanak. Ez a 281 000 ember a KSH adatai alapján átlagosan 82 000 forintból él havonta. A hazai nyugdíjak a környező országok adataihoz képest is alacsonyak, derül ki egy francia bank megbízásából készült friss kutatásból. A kutatás 4 fő szempontot vizsgált, az egyes országok egészségügyi helyzetét, makrogazdasági adatokat, a környezet állapotát, valamint az országban uralkodó jövedelmi viszonyokat. Ezek alapján Magyarország minden kérdéskörben az utolsó helyen áll. Németország, Ausztria, Csehország, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákiához képest. A tanulmány az elmúlt 7 év eredményeit is összevetette, így jól látszik, hogy a koronavírus járvány idején lényegesen rosszabbodott az európai idősek helyzete. Na de hát mindjárt sokkal jobb lesz, mert mindjárt megkapják a 13. havi nyugdíjat is, a nyugdíjasok nem, most novemberben lesz egy kis kiegészítés, 80 000 forint. Igen, azt hiszem, hogy ebben a stúdióban is önöknél is volt Kóros Lajos többször. Elmondta az MSZP javaslatait, amik ugyanúgy süket fülekre találtak a pandémia alatt is, mikor elmondtuk, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb réteg olyankor a szegényeken kívül a nyugdíjasok és a szegény nyugdíjasok. Elmondtuk azt is, és elmondta Korúzs úr is, hogy 2010 óta, amióta megváltoztatták a nyugdíjszámítást, azóta egyre jobban nő az elszegényedő nyugdíjasok száma. Vissza kell állítani a svájci indexálás szerinti nyugdíjszámítást, ami ugye azt jelenti, hogy követi a bérek emelkedését is, nem csak az inflációt, illetve az MSZP javaslata szerint 70 000 forintra kellene emelni azt a 28 800 forintos nyugdíjminimumot, ami már hosszú-hosszú évek óta itt tart. Ezek az egyszeri kifizetések, ezek természetesen mindig jó, hogyha pénzhez juttatjuk az embereket, de ezek hosszú távon nem segítenek. Hát mert ugye nem épülnek be a nyugdíjba. Azért nem értem, hogy miért nem tud ez a dolog változni most már hosszú évek óta, hogy 2-2,5 millió szavazó polgárról van szó, vagy az ő érdekképviseletük nem elég erős ahhoz, hogy azért a választásokon, és ők jellemzően azért is sokan el is mennek szavazni, nem is mind a 2 millióan, de hát sokan. Nem tudnak sztrájkolni, gondolom. Hát a szavazatuk csak számít, nem? Fidesz beáraz mindig mindenkit. Beárazza a vállalkozókat, és pontosan annyit ad nekik, amennyit akkor muszáj. Beárazza a szegény réteget, az elesett vidéki embereket, hogy pontosan annyit juttat nekik, ami ahhoz kell, hogy ne legyen mondjuk éhséglázadás, vagy ne legyen nagyobb felzúdulás. És igen, az érdekérvényesítő képesség. Igaz, hogy annak idején az MSZP pátyolgatásával életre lett hozva egy nyugdíjas parlament, ahol azért komoly szakmai viták is vannak, és van némi érvényesítő képesség, de ez mindig kevés. Gondolom ez is egy olyan téma, amiben nincs nagy vita az ellenzéki pártok között, hogy svájci indexálás és nyugdíjminimum emelés. Nem, ebbe valóban nincs, tehát abban egyetértünk, és az LMP-nek a zöld garancia programja maximálisan a társadalmi igazságosságot hirdeti,
Ugye itt általában arról van szó, hogy a mi társadalompolitika nem csak a nyugdíjasokra, de hát a szociális szektorra, az oktatásra, a pedagógusok bérére, a szociális dolgozók bérére, stb. Ugye nagyon keveset költ a magyar állam, holott sokkal többet tudna költeni, csak hogy a Fidesz ugye a betonra költ, a nagy építkezéseket támogatja, a beépítéseket, a multinacionális vállalatokat, a Paks 2-t, stb. Tehát bőven lenne forrás. De jó lett volna még erről is beszélni, kár, hogy lassan jár az időnk. Mármint, hogy mit gondolnak arról, hogy Szijjártó Péter ugye Moszkvában tárgyalt, és azt mondta, hogy minden rendben van, folyik az erőmű építésének előkészítése, miközben az Országos Atomenergia Hivatal itthon továbbra sem hagyta jóvá az engedélyt. Akkor csak egy mondatban, ez is azt bizonyítja, hogy ez a beruházás, ez több sebből vérzik. De hogyha ez a világ legjobb beruházása lenne, és a legjobb üzlete lenne, akkor sem szabadna Magyarországon megépíteni a Paks 2-t, mert az atomenergiát ki kell vezetni mindenhonnan, mert nem biztonságos, és ott van az atomhulladék, ami nagyon-nagyon szennyező, és a jövő generációkra nem szabad ilyen terhet hárítani. Uraim, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Mondom, mindketten elmondhatták, amit szerettek volna, kedvenc témáikról is beszéltek. Örülünk, hogy itt voltak. Köszönjük.